Üdvözlünk mindenkit! Elérkeztünk utolsó Gamescom-os hírösszefoglalónkhoz, ami már egy kicsit kurtább, mint a többi, de érdekességekben nem szűkölködik. Elvégre a Red Fred Games bejelentette, hogy PC mellett PlayStation 4-re is megjelenik a Dreamfall Chapters, sőt az is kiderült, hogy kizárólag ezen a konzolon lesz elérhető az epizódikus formában érkező játék. A Crytek átnyergelt a free-to-play játékokra, ennek pedig egyik elengedhetetlen darabja a MOBA, így hát hozzák is nekünk az Arena of Fate-et, aminek bétájára már lehet jelentkezni. A Relic Entertainment bejelentette a Company of Heroes 2 következő kiegészítőjét, az Ardent Assault-ot, aminek ezúttal a single player élmények kedvelői örülhetnek inkább, hiszen új egyjátékos küldetéseket kapunk a csomagban, szám szerint 18-at. A november 18-án megjelenő csomaghoz egyébként ezúttal sem lesz szükséges az alapjáték megléte. A The Evil Within már alapból is nagyon félelmetesen fest, de ha további borzalmakra vágysz, akkor megvásárolhatod majd még a Season Pass-t is, ami 20 euróba fog kerülni. A CD Projekt Red bejelentette, hogy a The Witcher 3 White Hunt-ban egy Gwent névre keresztelt kártyajátékkal is elüthetjük majd az időt, sőt a játék Xbox One-os gyűjtői kiadása mellé valódi lapok is járnak, természetesen a többi extra mellé. A Paradox Interactive tudtunk rajta, hogy kibővül a Crusader Kings 2. A Charlemagne DLC-ben első Károly frank császárt kell irányítanunk, miközben a lehető legnagyobb hatalomra teszünk szert, persze az ellentudta nélkül. Az Upper One Games bejelentette, hogy az alaszkai őslakosok életébe betekintést engedő Never Alone című játékuk november 4-én jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra méghozzá 15 dolláros áron. A Super Meat Boy-ról ismert Team Meat bemutatta legújabb játékát. A Warrior for September egy lopakodós játék lesz, ami PC mellett mobilokra érkezik majd a jövőben. Phil Spencer Xbox főnök elárulta, hogy a Rise of the Tomb Raider exkluzivitása nem véletlen, és ezzel szeretnének konkurenciát állítani a PlayStation 4-re érkező Uncharted 4-nek. Persze később kiderült, hogy csak ideiglenes dologról van szó, ennek ellenére elsőként csak Xbox 360-ra és Xbox One-ra fog megjelenni. Új frissítést kapott a Grand Theft Auto Online. A The San Andreas Flight School Update nem meglepő módon a repülés szerelmeseinek igyekszik önfelett perceket okozni, de azért kapunk pár cuccot a földre is. A Digital Extremes bejelentette, hogy Xbox One-ra is elhozzák a kooperatív élményekre koncentráló Warframe-et, de ráadásul nem is kell rá sokat várnunk, mivel már szeptember 2-ától elérhető lesz a kicsike. Kiderült, hogy a Pro Evolution Soccer 2015-ös PC-s kiadása egy amolyan keverék lesz, mivel minden lényeges funkciót megkap a PlayStation 4-es és Xbox One-os változatokból, ellenben a látvány marad a tavalyi szinten. Ezt vajon hogy hozták össze? Ezzel pedig végére is értünk a Gamescomról érkezett információ kitárgyalásának, mely rendezvényre 2014-ben 88 országból 335 ezeren látogatta ki, a 47 országból érkező 700 kiállító miatt. Jövőre találkozunk augusztus elején a kölni rendezvény apropójából, addig is viszont köszönjük figyelmeteket, természetesen normális hírösszefoglalókkal még találkozunk idén. Jók legyetek, sziasztok!